az 1940-es Katyini vérengzés áldozatainak emlékére mutatott be Szent Misét Udvardi György érsek a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban 2020. október 26-án. A történelmünk az nem független a jelen napjainktól. Gyökereinket meghatározzák azok a közös élmények, amelyek akár örömteliek, akár fájdalmasak. Egy nép életében is így van ez, és így van ez csodálatos módon két olyan testvérnép esetében is, akiknek a történelmük nagyon sok esetben hasonlít egymásra, és sok olyan közös pont van, ahol a szenvedésben, küzdelemben egymás segítve tudtunk segítségére lenni egymásnak. Ilyen a magyar és a lengyel nép között a történelemnek az ajándéka, és ilyenek azok a tragikus pontok is, amikor emlékezünk egymásnak a fájdalmára, mint sajátunkéra. Gondolhatunk itt a nemrégiben ünnepelt 1956-os forradalomra, benne a lengyel testvéreknek a jelenlétére. Gondolhatunk azt megelőzően a II. Világháború eseményeire, ugyancsak a két nép kapcsolatára. És ugyanígy mélyen érint bennünket az az érthetetlen és nyilvánvalóan gonosznak mondható pusztítás, amikor egy hatalom, egy diktatúra egy népnek az elitjét, és a szó jó értelemben használom ezt, akarja és akart elpusztítani azért, hogy ne legyen képes önmagáról gondoskodni, ne legyen képes erőfeszítéseket tenni saját védelme érdekében, és ez a pusztítás bizony nagyon nagy vérveszteséget jelentett a lengyel nép számára. Erre emlékezünk most. És ebben az emlékezésben nem pusztán felidézni akarunk egy sok évvel ezelőtti eseményt, hanem együvé tartozásunkat is fejezzük ki lengyel testvéreinkkel, hiszen ezt a tragédiát újabb tragédia is kísérte, amikor az emlékezésre érkező küldöttség tagjai vesztek oda a repülőgép szerencsétlenségben. Mindannyiunkat mélyen érintett ez. Ugyanakkor számunkra a történelem eseményei mindig a hitben értelmezhetőek. Egészen bizonyos, hogy a gonoszságnak az erejét lehet tapasztalni, de egészen bizonyos, hogy mindez az Isten örök szeretetében és örök gondviselésében is jelen van. Titok. Az emlékezésben nem megérteni akarunk mindent, bár az emberi értelem erre irányul, hanem sokkal inkább Isten üdvözítő tervében akarjuk mindezt szemlélni, meghajtva fejünket és imádkozva az áldozatokért, és imádkozva mindazokért, akik úgy gondolták, hogy valamiféle saját igazság alapján hozhatják meg pusztító döntésüket. És ez az emlékezés és a hitben való emlékezés pedig ismét egy újabb kapocs a két nép között, a lengyel és a magyar nép között. A Szent Mise után a Keszthelyi főtér túloldalára vonultak át a résztvevők, ahol leleplezésre és megáldásra került a Német János Kossuth Díjas szobrász művész alkotta emléktábla, mely a Václav Felczak alapítvány támogatásával készült el. Föltárulnak Jézusnak szavainak az igazságai, bár üldözések közepette, de valóságá válik Jézus ígérete. Így imádkozunk az elhunytakért, az áldozatokért. Az ünnepségen beszédet mondott Nagy Bálint Keszthely polgármestere, valamint felolvasták Jerzy Snopek a lengyel köztársaság nagykövetének levelét. A beszédek után áldotta meg az emléktáblát dr. Udvardi György érsek, aki az áldás után imádkozott a jelenlevőkkel az áldozatokért. Keszthely hosszú évek óta, hosszú évtizedek óta azt lehet mondani, hogy nagyon szoros kapcsolatban van a lengyelekkel. Jelen pillanatban még testvérvárosi kapcsolata is van.
Ezért gondoltuk azt, hogy jó lenne, hogy lengyel emlékek megjelenjenek, hogy a lengyel történelemre emlékezve jelenjenek meg táblák, reliefek. Lengyel nagykövet mondta volna az ünnepi beszédet, és a szegedi tiszteletbeli konzul mondta volna az avató beszédet, aki egyben a Felcsák Alapítványnak az elnöke is. Ez a Felcsák Alapítványhoz adtunk be pályázatot, és ők támogatták a relief létrehozását. Tehát ők fizették gyakorlatilag a bekerülési költségeket.